Meleg főétel. Sokat jelent egy családnak, ha az anyagi nehézségek ellenére ételt tud adni a gyermeke számára. A nyári tanítási szünet 54 munkanapján kérelmezhetik a hátrányos helyzetű családok, hogy az önkormányzata a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosítson. Minden évben igény van a szociális juttatás ezen formájára. Jelenleg 730 gyermek jogosult, valóban ugyanúgy, mint ahogy a korábbi években is biztosítjuk a hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos gyermekeknek a napi melegételt, tehát ez egy egyszeri adagételt, melegételt jelent, és házhoz szállítással biztosítjuk. A 730 jogosult gyermekből csak 500 gyermek szülője jelezte eddig, hogy kéri a nyári szünet időtartamára, azonban felhívnám a jogosultak figyelmét arra, hogy bármi meggondolhatja a szülő, és hogyha benyújtja a kérelmét, akkor a szünidőbe, bármikor, amikor kéri a hátralővő időszakba tudjuk biztosítani a számukra. Délelőtt 10 és délután 14 óra között az ételeket lefúliázott, csomagolt dobozban kapják meg a gyermekek minden hétköznap egészen a nyári szünet végéig. A szociális és köznevelési osztály arra kéri a szülőket, hogy amennyiben bármilyen okból bizonyos napokra vagy hetekre nem kérik a melegítelt a családok, előre jelezzék a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ felé. A nyári szünet az 54 nap, tegnap megkezdődött és augusztus 31-ig tart, munkanapokon biztosítjuk. Ugyanakkor a bölcsödés, illetőleg óvodáskorú gyermekeknek, mivel azok csak korlátozott időtartamban vannak zárva, csak a zárás időtartamára lehet kérni. Ez a bölcsödék esetében négy hetet jelent, az óvodás esetében pedig két hét időtartamot. Illetőleg még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehetőség volt egy kormányrendelet alapján a tegnapi naptól június 29-ig az általános iskolások hogy kérje a szülő a felügyeletet, az iskolai felügyeletet, és itt az iskolába szintén biztosítani fogjuk az étkeztetést. Egy adag étel közel 1000 forintba kerül, amelyhez az állam 285 forintos támogatást biztosít. Az önkormányzat csak a meleg étkeztetésre 23 millió forintot költ. A korábbi évek adatait összehasonlítva a szociális osztály munkatársai azt tapasztalják, hogy az igénybevevők száma nem nőtt, de új ügyfelek jelentek meg a látókörükben, feltehetőleg a koronavírus világjárvány hatásai miatt.